A Manchester City továbbra sem tett le Lionel Messi megszerzéséről. Az Arsenalnál és az AC Milánnál is újra napirenden van Szoboszlai Dominik leigazolása. Íme a Barcelona legújabb ajánlata Eric Garciáért. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol a mai videónkban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb átigazolási hírekről. A Bayern München középhátvédjét Jérôme Boatenget újfent kapcsolatba hozták a Paris Saint-Germain-nel. A 32 éves védő szerződése 2021 nyarán lejár a bajoroknál, és ugyan a klub sportigazgatója Hasan Salihamidžić még októberben azt nyilatkozta, hogy nagyra becsülik játékosukat, azonban a hosszabbításról januárnál előbb nem tárgyalnak vele. Boateng gyakorlatilag mindent megnyert a Bayernnel, amely még 2011-ben igazolta le, és a gánai származású védő azóta 331 mérkőzésen lépett pályára klubszínekben, és ez a szám sokkal magasabb is lehetne, ha Boateng nem lenne olyan sérülékeny. 2015 óta egyetlen évad sem volt, amelynek során legalább 25 bajnokin szerepelt volna. Az elmúlt években többször is felmerült a távozásának lehetősége, és a Paris Saint-Germain is ott volt a kérők között, olyannyira, hogy 2018-ban már szinte készténynek tűnt, hogy a párizsiaknál folytatja. A tárgyalások végül a müncheniek szerint azért szakadtak meg az utolsó pillanatban, mert a PSG akkori sportigazgatója Enrique nem jelent meg az egyik megbeszélésen, állítólag azért, mert elaludt. A brazil szakember azóta már nem dolgozik a francia klubnál, amely 2019 nyarán is megpróbálta megszerezni Boatenget, ugyancsak sikertelenül. Most viszont annyiban változott a helyzet, hogy ha a védő valóban nem hosszabbít szerződést a Bayernnél, akkor a PSG-nek nem kell a német klubbal tárgyalnia, hanem elég a világbajnok hátvéddel megállapodnia és a jövő nyáron ingyen megszerezheti. A párizsiaknak azért lenne szükségük rá, mert idén senkivel sem pótolták a klubtól távozó veterán középhátvédet, Thiago Silvát, és el kellene a keretükbe egy rutinos focista erre a posztra, hiszen jelenleg a 26 esztendős Marquinhos számít a legtapasztaltabb középső védőnek a gárdánál. Őt viszont Thomas Tuchel még mindig gyakran szerepelteti védekező középpályásként. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki Taka TV egyetlen friss videójáról sem. A Borussia Mönchengladbach védőjét, Matthias Gintert a Chelsea és az Internacionale is kiszemelte. A német egyesület az előző évadban a negyedik helyet szerezte meg a Bundesligában, kiharcolva a Bajnokok Ligájában való szereplést, és ez elsősorban a védelmének volt köszönhető, hiszen a Gladbachnál csak a Bayern München és az RB Leipzig kapott kevesebb gólt a német élvonalban. Ginter ennek a védelemnek volt az alapembere, 31 bajnoki lépett pályára, és teljesítményének köszönhetően a német válogatott kezdő 11-ében is stabilizálta a helyét. A 26 éves védőt már a nyáron is kapcsolatba hozták külföldi sztárklubokkal, elsősorban a Chelsea-vel és az Internacionaléval, de a Mönchengladbachnak végül sikerült megtartania. Ginter egyelőre az új évadban is remekül futballozik, az együttes ott van a Bundesliga élmezőnyében, és a kicker úgy tudja, hogy a Chelsea továbbra is árgus szemekkel figyeli a védő teljesítményét. A londoniak az elmúlt hetekben mintha rendezték volna a hátsó alakzatukat, a legutóbbi három tétmeccsükön már nem kaptak gólt, ám ennek ellenére sajtóértesülések szerint Frank Lampard a következő évadra tovább erősíteni a védelmét, fő kiszemeltje pedig Ginter. A 191 cm magas, remek fizikai adottságokkal rendelkező világbajnok szükség esetén jobb hátvédként és védekező középpályásként is bevethető, ami még vonzóbbá teheti a londoniak számára. Ráadásul a Chelsea az elmúlt időszakban előszeretettel igazolt Németországból. Új szerzeményei közül Timo Werner és Kai Havertz is a Bundesligából érkezett. A barcelonai sport úgy tudja, hogy az AC Milan továbbra is érdeklődik az FC Barcelona brazil jobbhátvédje Emerson iránt, aki jelenleg kölcsönben a Real Betisnél szerepel. A szériában az élen álló milánói együttesben eddig az idényben minden bajnokin Davide Calabria játszott a védelem jobb oldalán, és mivel a keret másik jobb hátvédje, Andrea Conti a nyáron sokadik térdműtétjén esett át, a klub már idén szeretett volna igazolni valakit erre a posztra. Emerson is ott volt a jelöltek között, azonban a transfert megnehezítette, hogy nem csak a Barcelonával, hanem a Betisszel is meg kellett volna állapodni, mivel a katalánok 2019-ben két évre adták kölcsön a brazil légióst. Így aztán a Milán inkább kölcsönvette a Manchester United portugál védőjét, Diogo Dalotot, aki eddig néhány Európa Liga mérkőzésen kapott lehetőséget, és nem is játszott rosszul. A legfrissebb értesülések szerint a milánóiak ennek ellenére egyelőre úgy vélik, hogy nem fogják végleg megvenni. Ez ugyanakkor azt jelenti, hogy a következő szezonra mindenképpen kellene egy jobb hátvédet igazolniuk, és a Milán továbbra is Emersonban gondolkodik, már csak azért is, mert akkor már csak a Barszával kell majd megegyeznie. A még mindig csak 21 éves brazil pedig továbbra is kifejezetten jó teljesítmény nyújt a sevillai zöldfehéreknél. Eddig 46 tétmeccsen 3 gólja és 6 asszisztja van,
ami jobb hátvédként remek eredmény. Csak az lehet egy kicsit aggasztó, hogy ebben az évadban már két meccset ki kellett hagynia egy kisebb térdsérülés miatt. Az Atletico Madrid állítólag továbbra sem tett le az Atalanta kolumbiai támadójának Duván Zapatának a megszerzéséről. A madridi klubot a szezon előtt több középcsatárral is kapcsolatba hozták, főleg azt követően, hogy kölcsönadta Álvaro Morátát a Juventusnak. Végül némi meglepetésre a barcelonai klasszis Luis Suárez érkezett, akinek teljesítményére egyelőre nem lehet panasz, azonban ő csupán 2 éves szerződést írt alá, és már 33 esztendős, vagyis hosszú távon semmiképpen nem lehet vele számolni. Így aztán az Atleticónál még mindig tervben van egy csatárigazolása a következő évadra, és a Calcio Mercato úgy tudja, hogy az egyik kiszemelt Duván Zapata. A csatár a spanyol sajtó szerint fantasztikus munkabírásával és erőllétével hívta fel magára Diego Simeone figyelmét a góljai mellett. Egyéb iránt a madridi klub már a mostani évad előtt is bejelentkezett a kolumbiai támadóért, aki hivatalosan csak 2020 elején lett a bergamóiak játékosa, hiszen előtte kölcsönben szerepelt a Sampdoriától. Az Atalanta aztán januárban érvényesítette vételi opcióját, és 12 millió euróért végleg megszerezte a csatárt, mindent egybevetve pedig 26 millió eurót adtak azért, hogy Zapata az övék legyen. Ez persze várható volt, elvégre a kolumbiai rendkívül gólerősen játszott az Atalantában, ami azóta sem változott. A jelenlegi szezonban 8 tétmeccsen 5 gólja van, összesen pedig 89 találkozón 52 alkalommal volt eredményes a klub színeiben. Szerződése 2023-ig köti őt a bergamóiakhoz, vagyis nem lesz olcsó elvinni. A hírek szerint az Atalanta legalább 50 millió eurót kér érte. Ha szeretnél további spanyol focival kapcsolatos hírekről értesülni, akkor látogass el partner oldalunkra, a primera24.hu-ra. Spanyol lapértesülések szerint az Everton edzője Carlo Ancelotti szívesen látná csapatában egykori játékosát, a Real Madridnál parkolópályára tett Iscót. A 28 éves középpályás meglehetősen régóta szerepel a királyi gárdában, amely még 2013-ban vette meg és sokáig alapembernek is számított. A 2018-2019-es évadig minden idényben legalább 30 bajnokin vetették be, ezt követően azonban már csak 27 találkozón játszott. Az előző szezonban már csak 23 bajnokin szerepelt, a mostaniban pedig végképp a kispadra szorult. Zinedine Zidane a jelek szerint csak kiegészítő emberként számol vele, és úgy véli, hogy az általa ideálisnak tartott 4-3-3-as felállásban a középpályán nincsen helye Iscónak. Mivel a 38-szoros spanyol válogatott szerződése 2022-ig érvényes, így a Real alig, hanem igyekszik pénzét tenni őt annak érdekében, hogy jövő nyáron megszerezze egyik fő kiszemeltjét Kylian Mbappét a Paris Saint-Germain-től. Ebből a szempontból jól jöhet a madridiaknak az Everton érdeklődése, amelynek edzője Carlo Ancelotti állítólag szívesen látná a csapatában Iscót, akivel Madridban már dolgozott együtt, mégpedig kifejezetten sikeresen. Az Everton idén egyébként már igazolt egy mellőzött játékost a Realtól, és James Rodrigueznek tökéletesen bevált a klubváltás, szenzációsan futballozik a liverpooliaknál, pedig sokan úgy gondolták, hogy a Premier League sebessége és keménysége nem ízlik majd neki. Mindez jó ómen lehet Iscó számára, akit az angolok állítólag már januárban szeretnének leigazolni, ugyanakkor az AS szerint maga a játékos idény közben nem akar váltani, és nyárig maradni szeretne a Reálnál, abban bízva, hogy megkapja a bizonyítási lehetőséget. Ha pedig nem így történik, akkor a szezon végén még mindig lesz lehetősége a külföldre igazolásra. A katalán sportsajtó szerint az FC Barcelona januárban ismét ajánlatot tesz a Manchester City középhátvédjéért, Eric Garciáért. A Barcánál továbbra is Gerard Piqué számít a legbiztosabb pontnak a védelem tengelyében, azonban ő már 33 esztendős, így az egyesületnek a hosszú távú pótlásán kell gondolkodni. Főleg, hogy a másik középső védő kiléte sem tűnik hosszú távon biztosítottnak. A világbajnok Samuel Umtiti ugyanis nagyon sérülékeny, honfitársa Clément Lenglet teljesítményével pedig nem elégedettek maradéktalanul. Nem csoda, hogy a klubot több védővel is kapcsolatba hozták a nyáron, ám a pénzügyi gondok miatt sok esélye nem volt arra, hogy egy igazi klasszist igazoljon, így aztán a Manchester City fiatal játékosa Eric Garcia lett a fő kiszemelt. Ő jól ismert Barcelonában, elvégre 9 évet töltött el a klub akadémiáján a La Masián, mielőtt 2017-ben Manchesterbe igazolt volna. A Citynél az előző idényben egyre több lehetőséget kapott, és Pep Guardiola komolyabban számolt vele. Viszont a szerződése 2021-ben lejár, és Garcia viszonylag hamar nyilvánvalóvá tette, hogy nem fog új kontraktust aláírni, mivel visszatérne nevelőegyesületéhez. A Barcelona nyáron ajánlatot is tett érte, de annyit nem tudott kínálni, amennyit a City kért. Állítólag közel 30 millió euróról volt szó, így a védő maradt Angliában, viszont így már kevesebbet játszik. Mindeközben a Diario Sport a minap arról számolt be, hogy a Barca januárban ismét ajánlatot tesz érte, de a körülményeket figyelembe véve most sokkal kevesebbet, mindössze 8 millió eurót kínál.
Ez persze érthető, elvégre fél évvel később a City már kénytelen lesz ingyen elengedni Garciát. Az elsősorban angol sajtóorgánumoknak dolgozó olasz származású újságíró Fabrizio Romano a podcastjában a minap arról beszélt, hogy az Arsenal továbbra is figyeli Szoboszlai Dominikot, a tekintélyes itáliai sportnapi lap, a Gazzetta dello Sport pedig tegnap arról számolt be, hogy a Milán sem tett le még honfitársunk megszerzéséről. A Red Bull Salzburg magyar válogatott középpályását a nyáron több külföldi sztárklubbal is kapcsolatba hozták, érdeklődött iránta a Lazio és az AC Milán is, sőt utóbbi állítólag közel is állt a leigazolásához, de Szoboszlai végül maradt az osztrák bajnok csapatnál. Egyelőre minden jel arra mutat, hogy ez jó döntés volt, hiszen a Salzburgiakkal rendszeresen pályára léphet a Bajnokok Ligájában, ahol az első két csoportmeccsén egyaránt betalált. A Lokomotív Moszkva és az Atletico Madrid ellen is eredményes volt. Az osztrák bajnokságban pedig a gólpasszokat osztogatja, 6 forduló alatt 5 asszisztja van, és egyszer azért itt is betalált. Nem csoda, hogy továbbra is rendre felmerül a neve az átigazolási pletykák során, és Romano szerint az Arsenal is figyeli, igaz, az ágyúsok már hosszabb ideje követik Szoboszlai pályafutását. A londoniak szakvezetője Mikel Arteta a csapat védekezését már gatyába rázta, a jelenlegi évadban pedig az Arsenal kapta a legkevesebb gólt a Premier League-ben. A támadó játék azonban még nem az igazi, innen hiányoznak a váratlan megoldások. A klubnak nagy szüksége lenne egy kreatív középpályásra, és a nyáron elsősorban az Olympique Lyon erősségét Houssem Aouart szerette volna megszerezni, de a transfer végül meghiúsult. Romano a podcastjában pedig most arról beszélt, hogy Szoboszlai a francia játékos alternatívájaként merült fel, ami szakmailag egy kissé, mintha sántítana, mert a lyoni kiválóság inkább középső középpályásnak számít. Szintén Szoboszlaihoz kapcsolódó hír, hogy a La Gazzetta dello Sport szerint az olasz bajnokságban remekül teljesítő AC Milánnál továbbra is téma a magyar középpályás leigazolása. A piros-feketék kétszer is közel kerültek Szoboszlai megszerzéséhez, de mindkét esetben a klubon belüli személycserék miatt végül meghiúsult az üzlet. A magyar válogatott erőssége időközben 2023-ig meghosszabbította szerződését Salzburgban, de kivásárlási záradéka, amely 25 millió euróra rúg, nem változott. A Milánnál is pontosan tudják, hogy Szoboszlai egyre több sztárklubnál téma, így abban bíznak, hogy egy esetleges januári ajánlattételnél javukra döntő szempont lehet korábbi érdeklődésük, megelőlegezett bizalmuk. A The Telegraph című brit napilap értesülései szerint a Manchester Citynél továbbra is napirenden van Lionel Messi szerződtetése, és az angol klub januárban minden követ megmozgat majd annak érdekében, hogy előszerződést kössön az argentin csillaggal. Mint emlékezhetünk, az idei nyári átigazolási szezon sláger témáját Messi szolgáltatta, akit azt követően, hogy az egyesületnél tapasztalható gyenge szakmai munkára, illetve a csapat nem eléggé versenyképes játékereire hivatkozva átigazolási kérelmet nyújtott be a Barcelona, Josep Maria Bartomeu vezette elnökségét. A nemzetközi sportsajtó több sztárklubbal is összeboronált, így az Interrel és a Paris Saint-Germainnel kapcsolatban is felmerült a neve, azonban a legkomolyabb kérőjének a Manchester City számított. Jól lehet, az angol klub részéről senki sem erősítette meg hivatalosan a Messi iránti érdeklődésüket. Ennek ellenére gyakorlatilag nyílt titoknak számított, hogyha az argentint elengedi a Barca, akkor a manchesteri klub lett volna a következő állomáshelye. Már csak azért is, mert a Citynél egykori edzője Pep Guardiola a szakvezető, illetve mert ott játszik válogatott béli csapattársa és jó barátja Sergio Aguero is. És az sem elhanyagolható szempont, hogy a City azon kevés klubok közé tartozik, amelynek pénzügyi helyzetét nem igazán rengette meg a koronavírus okozta gazdasági válság, így az angoloknak egyáltalán nem okozott volna gondot Messi csillagászati bérének fizetése. A nyáron egyébként olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a játékos már meg is egyezett a manchesteriekkel a szerződésének részleteiben, melynek értelmében 3 plusz 2 évre szóló, évi nettó 50 millió eurós fizetést garantáló kontraktust kapott volna az angol klubtól, és további 250 millió eurót biztosítottak volna neki aláírási pénzként. Az aláírás azonban elmaradt, a Barca elnöke Josep Maria Bartomeu ugyanis közölte Messivel, hogy csak a szerződésében szereplő 700 millió euró fejében távozhat, ennyit viszont még a City sem tudott és nem is akart fizetni érte, így az argentin végül kénytelen volt a gránátvörös kékeknél maradni. A The Telegraph értesülései szerint azonban az angolok továbbra sem mondtak le Messi megszerzéséről, és igyekezvén kihasználni azt, hogy Bartomeu lemondása után meglehetősen zűrzavaros a helyzet a klub vezetőségében, jelenleg elnöke sincs az egyesületnek, illetve hogy a Barca ebben a szezonban sem tűnik sokkal versenyképesebbnek, mint az előzőben, januárban kísérletet tesznek arra vonatkozóan, hogy rávegyék a 6-szoros aranylabdás klasszist, hogy írjon alá előszerződést velük, és a nyártól náluk folytassa pályafutását.
Ezt egyébként minden további nélkül megtehetik, hiszen Messi kontraktusa jövő nyáron lejár, és a szerződésének utolsó fél évébe lépve már szabadon tárgyalhat a kérőivel, és a választott csapatával akár előszerződést is köthet. Messi távozását egyébként az is elősegítheti, hogy a hírek szerint a katalánok ezúttal nem igazán fogják marasztalni a klub élő legendáját. A támadó csillagászati bére ugyanis óriási terhet jelent a klub költségvetésére, amely a gazdasági világválság következtében kis túlzással romokban hever. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára!